közéleti éttermiség mai vendégét szinte mindenki Erzsiként ismeri. A Karinthy Színház művésze 20 éve aktív színésznő. Morális érzékenységének sokszor ad hangot, az internetes zaklatásokkal szemben pedig szellemesen, sokaknak példát mutatva lép fel. Megállapítottuk, hogy fantasztikus stílusával és egyéniségével sorozatunk eddigi legpozitívabb vendége. Beszélgettünk vele gasztronómiáról, nyilvánosságról, a kereskedelmi médiáról, rajongásról, érzéketlenségről és az internetes kommentek kíméletlenségéről is. Rauf és Cutor, közéleti éttermiség. Sziasztok! Újra itt vagyunk a Rákóczi téri Oinosz Wine Bar and Bistróban. Mai vendégünk pedig Balázs Andrea színésznő. Itt kell tapsolni, Zoli. Igen. Köszönöm a meghívást. Szia, Andrea. Mi köszönjük, hogy végre eljöttél. Nagyon szívesen. Feltesszük neked is az első és egyetlen kegyetlen kérdésünket. Hány éves vagy, nem? Nem. Mi volt a kedvenc gyerekkori ételed, amire szívesen emlékszel vissza? A paprikás krumpli. Azt bármikor, bármennyit, bárhogy, bármilyen formában meg tudtam enni, de a legjobb a kopasz paprikás krumpli, szerintem. Az milyen? Azt a tesóm csinálja, abban semmi nincs, csak a krumpli, a lé és mondjuk egy nagyon kicsi beleszaggatott valami galuska vagy valami ilyesmi. De hogy nincs benne kolbi, meg nincsenek, az a kopasz paprikás krumpli, én azt imádom. Én valamiért azt gondoltam, hogy ez mindig ilyen alibi kaja, nem? Tehát, hogy ez ilyen megúszós. Meg is beszéltünk. Egy lehet, hogy megúszós, de én valamiért azt annyira gyerekkoromhoz kötöm, hogy a mai napig ilyen nosztalgikus, mikor azt így készítem otthon, hogy Istenem, hogy milyen alakra vágta anyukám, az mindig kockára vágta. Nekem az... A tesóm az mindig hosszúkásra, és akkor az mindig változott. Hosszúkásosak vagyunk. Hosszúkásosak, ugye nem mindegy. És ennek... Én meg inkább kerülöm a paprikás krumplit, szerintem egy semmilyen étel. Ez kb. Olyan, mint a rossz gulyás, amikor csinálnak egy jó pörköltet, és utána felöntik vízzel, halálom. Én valamiért nagyon, én mondom nekem, hogy kötődik, és tudjátok, megérzem majd illatát, így mit tudom. Valahol. És akkor ilyen, gyerekkorom, vagy olyan volt még a betegleves. Ugye az emlékek milyen szó, hogy betegleves? A betegleves, azt az anyukám találta ki, mert nem akartam zöldséget enni, viszont már akkor is láthatólag beles gyerek voltam, szóval hogy nem volt türelmem kiválogatni a kajából, tudjátok, a kis darabokat. Ezért az anyukám nagyon picire összevágott mindent, de matematikai mértani pontossággal mondjuk egyforma volt a répa, a zöldséggel és a karfiolt is úgy szedteszik, és így főzte meg. És ezért ugye éhes voltam, és nem az volt, hogy így kipöcköltem a tányér szélére, hanem megettem. És akkor az anyukám mindig mondta, amikor beteg voltam, mondjuk egy náthás időszakban, hogy akkor csinál egy ilyen leves, de ezt most hát nem biztos, hogy ki tudod választ, meg kell lenni. És akkor ez lett a betegleves, és a barátaim a mai napig így hívják, hogyha ők náthások, akkor tudsz nekem csinálni egy ilyen beteglevest, ami csak zöldség, iszonyatos mennyiségű zöldség. Ez azért érdekes, mert a bármikori feleségeim, mikor bármikor szültek, akkor az egyetlen anyukám mindig csinált nekik ilyen levest, ahol ilyen nagyon apró levágtaink is. Van is ennek valami neve, te vagy a nagy gasztronómus, hogy nem, az, amikor vékony leszed, az a julienne. Julienne, ezt az egyetlen. De van az, amikor a kis kockákra, nem, a kis két millis kockásra az, hogy hívják. Igen, na mindegy, valami neve van. Kockáknak. Ilyen egyszerű, két millis kockák. Két szóval ugye nagyon odafigyelte erre, és nagyon gyönyörűek voltak mindig a levesek. Tehát erre is odafigyelte. A paprikás krumpli is egyébként feldíszítette, hogyha azt érezte, hogy nem akarjuk megenni, akkor így feldíszítette. Mondjuk ezek azért ilyen alap ételek, gondolom az ünnepekre, ilyen olyan autentikus családi az hatalmas evésben. Abszolút benne volt az életemben. Én 13-12 éves koromban álltam először anyukám mellé, hogy életvitelszerűen vasárnaponként a vasárnapi ebéd elkészítésére. Egészen onnan, hogy a kertbe kimentünk, és megfogtuk a tyúkot, egészen addig, hogy elfogyasztottuk és elmosogattunk. Az én ott jelen voltam. Igen, tehát hogy jelen voltam annál, hogy kiválasztottuk az áldozatot, aki majd az asztalra kerül, egészen a koposztáson, mindent meg kellett tanulnom. És ez egy kötelező dolog volt. Nekem a nagy kötelező, én is tenném egyébként, mert a mai emberek... normális, és nem teljesen független attól, hogy valaki férfi vagy nő, egy állatot, hogyha húsevő és nem vegetárián, akkor nekem a feleségem is fácán pucol, csirkét, bármi. Nagyim azt mondta, hogy soha nem tudhatom, mikor lesz rá szükségem, hogy etessem a gyerekeimet, a környezetemet, és akkor azt nem fogja senki azt mondani, hogy ezt nem. Tehát ezt meg kell tanulni. Ez olyan, hogy mit tudom én gyerekkoromban, ki szereti ezeket a szörnyű disznóvágásokat, ahol visít a
mondjuk állat. Én gyerek, jó, ennek hasik vagytok, van pálinkát szeretitek reggel ötkor. Meg én szeretem a féldisznót vinni a vállamon. Jaj, hogy olyan férfi. Akkor én is elmondom, én a hagymásvért szeretem. Hagymás, én meg a rizst. A murkából való rizst, ahol mindenkinek megvan. És ott is szörnyű volt, meg minden, de hogy úgy természetes volt, mert azt mondták nekünk, hogy segíteni kell. És akkor ott álltunk, tényleg borzasztó a véres tál, meg a minden. De hát, mit tudom én, be lehet mosni meg ilyen szörnyűségeket simán. Pont a vidéki gyerekek vannak ettől teljesen, vagy a falusi, vagy a városi gyerekek vannak ettől teljesen elvágva, és kb. A valós élethez semmi. Régen is el voltak vágva, inkább az van, hogy most az élettér áttevődött egy olyan helyszínre, ami korábban viszont tényleg nem létezett soha a városon, soha vidéken, a virtuális térbe. De hogyha már itt beszélünk, így nagyon belemerültünk a kajákba, a gasztronómiába, meg a beteglevesbe, meg a zsülyénbe. Majd egyszer főzök neki. Eszembe jutott, hogy te két éve voltál konyafőnök VIP-ben. Igen. Oda azért olyan VIP-kat hívnak inkább, akiknek amúgy is van már valami közük a konyhához, vagy csak azért hívtak, mert nagyon akartak? Nem, állandóan főzök, és ezt látják. Van egy, az Instagramon van is egy ilyen nagy kosztposzt, amit én találtam ki. Oh. És a kosztposzton megosztom az én általam készített ételeknek. Köszi. De vannak ilyen egyszerűbbek, amikor így érzem, hogy nem azzal fogok segíteni, mert én is ezt csinálom. Én imádom ezeket a gasztro oldalakat, hogy így töröm a fejem reggel, hogy milyen francot kéne vacsorára, amit majd Gábor is megeszik a vért, hogy kiül, meg tudom melegíteni. Tudod? És akkor pörgetem és nézem, hogy ez az. Megnézem, mi van, és megcsinálom. Koszposzt erre épül az én fejemben. És mindenféle étel van? Mindenféléket csinálok. Igen, leves, főétel, édesség, egyszerűbb, nem egyszerűbb, olyan, ami vega, akkor olyan, ami nem. Szoktak különleges alapanyagokkal? Jaj, imádom. Csak aztán hát azon mindig az van, hogy megsajnálom az állatot, meg szóval velem van baj. Tehát, hogy érzelmi alapon főzök nagyon. Tehát nekem a barátaim, ha jönnek, ők megrendelésre jön. Tehát ők megrendelik, hogy mit szeretnének enni. És akkor így mondják, hogy mondom, mit főzzek? Nem, bármit, fél óra múlva csörög a telefonom, de ha megyek, nem nagy kérés, hogy egy olyat, amit szoktál, ez a kolbászos krumplileves, tudod, az a nagy, és akkor nekem azt kell csinálni. Úgy, de imádom, tojást is teszel bele? Minden, persze. Falusi érizek is. Már most összeszaladt a számba a nyár. Abba viszont az én nagyanyámok, ahogy a paprikás krumpliban állatok, ott csipetkét annak hívják bele szaggatni. Kicsit megsűríti a levet, meg az egész, hát ez egy főétel. Hát igen, ez egy főétel. Tehát vannak ilyen megrendeléseim, a gambas pilpil, amit mindenki kér minden nyáron, abból szerintem tonna számra készítem ezt a kis koktélrákot, ilyen fokhagymás, paprikás szósz, nagyon finom. Hát én nagyon imádom most ezt a beszélgetést. Nem lehet hamarabb kérni kaját? Kicsit már kezdünk. Igen, most már megérjük. Ebben a közeleti értelmiségben szerintem ilyen sokat még kajáról nem beszéltünk. Nem, ez egy ilyen indító kérdez engem a kajáról bármit. Nálam szintén a munkai. Én meg már nem is beszélgetnék, én ennék legszívesebben. Igen, most már nem sokára. Kedves nézőink, köszönjük szépen. Ennyi volt mára. Mi eszünk? Kenjük a zsíros kenyeret. Igen. Nem akarlak lebuktatni ezzel, hogy hány éves vagy, de 43. Majd, tényleg? Igen. Érdekes. Én azt gondolom, tényleg azt gondolom, hogy fiatalabb vagy. Ó, de hogy én is. Én 38. Azt tudom, hogy majdnem 20 éve elvégezted a Shakespeare Akadémiát itt Budapesten. Pont 20 éve. Egy színész, pont 20 éve? Uh-huh. 2002-ben végeztem. 2002-ben. Én úgy olvasom, hogy 2003, de hogyha idén, akkor nyilván. És reméljük, hogy még idén adásba kerül ez a beszélgetés. Hogy mindig színésznő akartál lenni? Alapvetően szerintem nem, hát az állatorvos, állatgyógyász, állatidomár, állatvédő, állat, ez majd az első. Abszolút, persze, négy kutyával élek, minden állatvédő szervezetben akarok segíteni, mindent meg akarok oldani, ami állatokkal kapcsolatos, és ez volt az első, ez volt a prioritás. Aztán jött Szandi, és akkor énekesnő szerettem volna lenni egy fél évig, aztán rájöttem, hogy az nem az én vonalam, mert annyira nem jól éneklek, és akkor jött az, hogy hát végül is kiderült nagyon hamar, hogy a számok az ellenségeim, szóval két szám összeadása is már egy teljes káosz a fejemben, úgyhogy rájöttem, hogy talán a betűk majd jó lesz nekem, és akkor elkezdtem először verseket olvasni, verseket tanulni, prózát olvasni, prózát tanulni. Rájöttem, hogy ez tök jó, mert valamit így ad nekem, és aztán nagyon nagy segítség volt benne az édesanyám, aki egyszerű parasztasszony lévén is állandóan könyv volt a kezében, tehát a Ponyvától, Daniel Steele összes orvos szerelmes az ápolónőjétől egészen a, nem tudom, most mondok, Háború és békéig mindent elolvasott. És akkor ő ilyen nagyon jól adagolta nekem, hogy figyelj csak, már elég nagy vagy hozzá, mondta 16 évesen, hogy Romeo és Júliával barátkozz meg egy kicsit, ha nem értesz valamit, majd megbeszéljük. És akkor így megértettem, azóta haragszom Romeo és Júliára amúgy, tehát hozzáteszem. Igen, nem kellett volna győdni. Egyébként nagyon érdekes ez a nagyszülői tanítás, nálam ugyanez maradt meg a könyvet is, ugye ez Daniel Steele, de nem imádta a horrorokat, az UFO-król mindent, és
Én az olvasást, a könyvek szeretetét ugyanezt, amit látsz, amit kapsz egyébként. Ez volt a minta, hogy anyukám mindig megcsinált, az egész nap melózott, mint az állat, nagy kertesház, sok jószág, közben egy háztartás, plusz engem is nevelni kell, meg még plusz van egy férje, szóval az egész ilyen. És mégis este az volt, hogy jó éjszakát, és akkor fogta a kis könyvet, és elindult, és ő az volt, nem tévé, hanem könyv, és akkor igen, falta a könyveket. Annyira jóféle az a kis magány, az a kis álomvilág, amivel jelmenekül az ember, és azt a tévé nem adja meg. Á, semmit. Ez tényleg az, hogy bekuckózol egy könyvvel, fölkapcsolod, és ilyen inát le. Egyébként ez a belsőséges hangulatot, ez egyébként ugyanegy, én az étkezéssel is így vagyok, de maga az olvasás is, hogy az te vagy. Az te magad vagy egyébként, ott nincs más, nem szól. És hogy lett ebből az olvasásból az, hogy akkor jelentkezem színésznek, gondolom az eszeféle is jelentkezt. Nem, soha életemben, ezt is elmondom. Először is középiskola alatt három szakmát megtanultam, biztos, ami biztos, ma mindegyikből végzettségem van. Cipő felső részkészítő, bőrdíszműves vagyok, ruhagyártó, tehát varrónő, de meg is tudom tervezni, és masszőr. Ezt a hármat még leérettségiztem, megszereztem, mert unalmasnak tartottam a tananyagokat, és nagyon hamar túlestem rajtuk. És hogy a fölös energiáimat a diákszínjátszás mellett, mert akkor már diákszínjátszóztam, már kazincérmes voltam, már versmondót megnyertem az összes megyében, meg minden, úgyhogy kellett valamit. Az érettségi évében jött a kérdés, hogy akkor akarok-e tovább menni, vagy maradok ebbe a három szakmából, vagy mi lesz, és én semmi más, mint nem is volt ilyen pályaválasztási tanácsadom sajátom, hanem az osztálytársamét így kicsaptam, és ott volt benne a Shakespeare Színművészeti Akadémia, osztályt indít Kishonti Ildikó, és így csináltam. Hát ezt. És kérdezik, hogy több nem, én meg nem, én ide akarok menni, ahol ő van. Mondták, hogy te, hát nem akarsz máshova, hogy mondom, nem. És ha nem vesznek fel, akkor nem. És elmentem, és három napos felvételi volt, és fölvett. És az osztályába kerültem. De hát ugye ez egy ilyen, ez nem volt kérdés. Én a színművészetért soha nem mentem. Ez nem egy tudom, elég határozott döntés volt. Én egyébként utána is olvastam, láttalak már pár darabban. Tévében is filmben, és ez a határozottság egyébként abszolút lejön, valahogy így, igen. Adott ki magadban. És ez meg az is az ez igen, is. Igen, nagyon helyén való vagy, meg hát nagyon, én nagyon erős helyén, meg nem érzem azt soha, hogy valahogy csinálsz. Azért vagy itt egyébként, azért mi, tehát ide nem hívunk ilyen maníros embereket, beszélgetni, tudok érvényes dolgokat. Teljesen másképp viselkedek, hogyha elkezdek valamit viselkedni, és azt a munkákban is érzem, színházi feladatokban, hogyha nekem egy olyan rendezőm van, aki mellett így kell, az mi? Feszélyez, ugye? Mi? A borzasztóan nem tudok létezni. Nem tudok abban, nem tudok feszültségben létezni, sose tudtam. Ezt én majd a kamerák bekapcsolása előtt is láttam, egyébként ezt a kedves nézőknek elmondanám, hogy még nem kezdtük el magát a forgatást, de itt már hihetetlen jó hangulatú beszélgetés alakult ki, és ehhez azért hát itt mindig van az asztal alatt a diszkis üveg. Hát így könnyű, hát, hogy egy kicsit itt piázgatok vizeket. Nem, tényleg már még nem is piázgathatunk, de majd lehet az is. Akár. Nyilván neked a már évek vagy 15 éve aktív színésznő voltál, Karinthy Színház ugye az a... Igen, az a bázisom. Lehet azt mondani, hogy az... Igen. Hát ugye igen, anyaszínházom. Ezt a kifejezést kerestem, ugye az a bázis. De azért a Kasszás Erzsitől kezdve neked nagyot fordult ez életed. Az biztos. Igen, ez egy váratlan dolog volt neked? Számítottál ilyesmire? Abszolút. Bekövetkezik? Persze. Először is én semmit előtte nem reklámot nem vállaltam. Hívtak engem mindenre, voltam. És miért nem? Nem, valahogy nem éreztem. Első kérdésem volt, amikor volt ez a Kasszás Erzsi, és felhívott a nagyon kedves egyébként, azóta sem szerintem Linda nevű castingos lány, hogy mondtam neki, Linda, én nagyon szeretlek téged, de tudnom kell, hogy ez a nő egyedül van a reklámban? Egyedül. Minden ráépül, minden. Tök egyedül lesz, tehát nincs neki spanya, hogy Erzsi és Guszti, Erzsi és Éva, hanem hogy ő van. Azt mondta ő, mondom, sok reklám ez? Hát ez egy kampány. Mondom, akkor elmegyek. Mert az más, mert én nem akartam a 62-es lábgomba lány lenni hátul, aki eltol egy kocsit és így csinál, hogy hanem mert azt nem emlékeznek rá. Az is jó, anyagi, tehát egy financiális dolgokból, de hogy alapvetően itt nem volt egy célom, hogy ezzel én most én kiugrok, de amikor már elkezdtük forgatni, meg rájöttem, hogy ez a nő ebből mit lehet még kihozni, akkor tudtam, hogy ez hatást fog elérni. Ez biztos. Tehát nem lehet. És nem tévedtél. Nem tévedtél. És utána egyből jöttek a felkérések? Abszolút, abban a pillanatban. Tehát gyakorlatilag minden segítséget, mert hogy már addigra is voltam ismert egy körben, és azok az emberek, televíziók, rádiósok, rendezők, mindenki alám nyúlt és megsegített azzal, hogy rögtön, mint Balázs Andit, megpróbáltak megmutatni. Tehát rögtön kaptam olyan feladatokat, hogy figyelj, beszélünk a műsoromba, gyere már el, és akkor elmondod, hogy te Balázs Andi vagy. Jobban aggódtak, mint én, hogy akkor ezt most el kell mondani, hogy te egyébként egy színésznő vagy. Tehát nagyon sokat segítette az a része. És pillanatosan féltél attól, hogy
rád ég? Egyáltalán nem. Szerep, ettől én okosabb lennék. Elvisszás Erzsi, nem úgy te vagy? Tehát, vagy ez egy konkrét megírt figura? Megírt minden. Persze. Tehát maga. De van benne hasonlóság az habitusunkban. Tehát én is szeretek okoskodni, mint Kasszás Erzsi okoskodott. Ha nem is annyira szélsőségesen, de volt olyan, hogy bementem egy drogériába, és három lány a fején egy ilyen pompommal üvöltve rohangált, mert lány búcsúja volt az egyiknek, és visítva, sikítva énekeltek. És akkor, amikor forgattuk ezt a dalos reklámot, azt a 20 másodperces lágeremet, akkor például az jutott eszembe, hogy ez megtörtént, tehát ez nem egy Istentől elrugaszkodott dolog, van ilyen ember, aki ezt csinálja. Én tulajdonképpen zenészeken keresztül ismerek téged, igen. Szekeres Andris. Utálom őt. Egyiket én igen. Nyilván nem. Azért kacérkodtál te közben is, meg később is az, hogy ez a zenészkedés, éneklés, nem. Vagy valami, vagy egyszerűen én csak úgy alakult. Én ájultan nézlek titeket. Én rajongó vagyok. Igazi rajongó. Tényleg? Ezt egy komolyan mondom. Igazi rajongó. Most már sajnálom, hogy nem hoztam a gitárról. Figyelj, de komolyan. Tehát, hogy én, ha kijön egy új klipetek, én azt leülök becsületesen, nem szól a kocsiba. Én azt így végignézem. Ha olyan, akkor megkönnyezem. 25-ször meghallgatom a mikor. Tehát nekem egy rajongó. És nem, nekem az összes barátom, aki tehetséges barátom, zenész barátom, annak a koncertjén én bőgök a legjobban. Tehát a Szekeres Andrea Barbaro Attival odaülnek és gitároznak, és én teljes ájulat. Semmi, soha nem volt bennem ilyen, hogy hú, én is ott lehetnék énekelgetni. Dehogy is, én elájulok. Tehát a parkban van egy koncert a Horváth Tominak, és a VIP-ban én bőgök a legjobban, mert annyira büszke vagyok rá, hogy elérte, és látom, hogy ő is büszke arra, hogy itt ez a sok ember. És szóval nekem ez soha nem volt ez az éneklés, vagy ez a fajta előadói lét, ez nem volt, nem. Ez visszahozod az ember életkedvét, pedig egyébként borzalmas időszak, hát nem tudom, hogy a végén vagyunk, vagy a kellős közepén, ez a Covid, a háború, most a választási acsarkodások, meg minden. És egyszerűen olyan életerő van benne, ami esküszöm, hogy feltölt. Nem hagyom magam, így születtem. Tehát ezzel foglalkozni kell? Egyébként, hogy így nem hagyod magad, mert egyszerűen csak egy jön egyszerűen magától. Nem hagyom magam. Én amikor megszülettem 1,75 kg 1978-ban, akkor én meghaltam egy percre, igaziból. Tehát rajta van a papírom, a két anyakönyvi kivonatom van emiatt. Szóltak az anyukáméknak, hogy hát sajnos a gyerek az inkubátorba. És én úgy döntöttem, hogy az engem biztos, hogy nem fogtok itt elbúcsúztatni, és egyszer csak így csináltak, hogy mozog! És akkor újra. És azt mondta az édesapám, hogy ez azért van, fiam, mert egész életedben ilyen leszel, hogy nem fogod hagyni magad, nem hagyom a hatásokat. Én engem is foglalkoztat a napi politika, a Covid, a miért viselünk maszkot, miért nem, mi kioltad, mi csak minden foglalkoztat, mert szerintem egy tájékozott felnőtt nő vagyok, és ez kell is a társadalomban való belehelyezkedésem miatt, hogy tudjam, hogy hol a helyem. De nem te lehet hatással a mindennapjaimnak a 24 órájára az ezzel való foglalkozás. Abszolút, néha ki kell kapcsolni, mert egyébként, igen, viszi az egész életedet. Olyan szerencsés vagyok, hogy színészként én ezt a hivatásomban ki tudom, mint egy terápia így magamból mosni. Hogy ma este is eljátszhatok egy tótékból egy tótnét, és kiadhatom, sírhatok, nevethetek, élhetek benne. Esküszöm, elérzékenyültem, hogy ezt mondtad. Tényleg, nem is azért, mert hogy... De lehet, hogy az is benne volt. Én elég fáradtan jöttem ide, és bocs, hogy szabadba vágok, és elég a letargikusan, most elég sok minden történt el mostanában, de abszolút mióta beszélgetünk így ma. Inkább hozzad a kedvedet, van egyfajta energia. Mondom, nagyon jó az italotok. Ajándék, hogy nekünk is, meg bízom benne, hogy majd a nézőknek is, és hogyha most érintettük tényleg csak érintőlegesen a közéletet, meg a témákat, hogy te aktív vagy egyébként, vagy mit gondolsz arról, hogy egy nyilvánosság előtt élő, ismert embernek, akár színész, zenész, vagy bármilyen közéleti szereplőnek mennyire feladata, hogy közéleti kérdésekben, vagy morális kérdésekben állást foglaljon? Feladata, hogyha amellett, az ügy mellett, ő tudja az ember magáról, hogy mi mellett tudok 100%-osan kiállni, akkor igenis, amivel hogy hatással van több ezer embernek a figyelmét élvezi, akkor igenis fontos, hogy olyan kérdésekben, ami adott az számára jó, tehát itt most nem azt mondom, hogy mindenki álljon ki az állatvédelem mellett, és mindenki hogy adod az 1%-odat, de ha amennyiben a közszereplő vagy a színész, énekes, bárki úgy gondolja, akkor álljon ki igenis. Aki és tiltakozik ez ellen, szerinted ez miért nem? Vállalja, vagy miért mondják, hogy nekem, hogy a zenész zenéjen, a lakatos lakatoljon, nem tudom, a ez szülés szüljön, meg ilyen. Számtalan, olyan távol áll ez a dolog, hogy nem, hogy olyan, úgy, én annyira élvezem, hogy egy olyan kis közösségem van az Instagramon, akikkel bármit meg tudok vitatni, fontos dolog, nem pocskondiázunk, nem ordítunk, nem obszénkodunk, nem lögdösödünk, hanem nyilván nem ez vitatkozunk. Ez az átlagos hát nem ez az átlagos, közösség. De én amire a legbüszkébb vagyok,
vagyok, hogy 72 ezer ember követ, igen. És én az elmúlt három hónapban egy embert kellett, hogy az oldalamról letiltsak, az egyet. Voltam. És az is te voltál, gratulálok, hogy beszóltál a posztomra. A szokásos képeidet küldözgettem. Csak azokra, ahogy eszik. Nem, én azért örülök egyébként, hogy ezt elmondtad, mert én több interjúban is elmondtam, szerintem, és erre akkor a te kérdésed is válaszolok, hogy több interjúsa voltam, szerintem minden egyes embernek kutya kötelessége legalább egy dologban. Igen. Vagy egy embernek segíteni. Nem azt mondom, hogy minden az se jó egyébként. Nem kell, de mindenkinek kell, hogy legyen egy olyan tevékenysége, amivel másnak, másoknak segít. Mutat, egy köművesnek ugyanúgy, ahogy egy színésznőnek, igen. Egy gasztrobloggernek, egy zenésznek. Ha nem válaszoljuk ezt, akkor is példát mutatunk, csak hát szerintem hogyan, akkor rossz példát, haszontalan példát mutatunk. De, ki kell... de neked van egy olyan ügyed, amit, ahogy akár interjúkat nézek, akár a közösségi oldalokon való aktivitásodat, ez a bullying, vagy zaklatás, vagy az alpári beszólások, nagyon hogy ez rendszeres téma, ez nyilván azért van, mert te találkoztál ilyennel, és neked ezzel azért volt dolgod. Hogyne. Különösen gondolom a Kasszás Erzsi utáni nyilvánosság. Én azt tapasztaltam, de cáfolj meg, ha te nem így érzed, hogy egy bizonyos nyilvánosság fölött, hogyha az eléri a követőszám a kritikus tömeget, akkor elkerülhetetlen, hogy a legalpáribb dolgokkal megbántsák az embert. Gondolom, ezek ilyen lelkísérültek lehetnek, vagy nem tudom hova tenni. Biztos vagyok benne, hogy velük van a baj. Biztos. Neked hogy sikerült? Milyen fázisai voltak ennek, hogy mentél ezeken keresztül? Én így jöttem rá, hogy egyébként ez mekkora dolog, hogy engem nem érintett meg. Ugyanis én a környezetem volt a legjobban kiborulva rajta. Láttad, hogy mit írtak neked? És ők voltak rosszul, és én nem. És akkor jöttem rá, hogy ez más embernek Úristen mit okoz, mert nekem ez nem okoz semmit, hogy taktalórántázen tényleg Marika néni odaírja, hogy nagy a csád, az különösebben nem érint meg. Viszont van olyan, akit ez nagyon megérint, és borzasztóan érzi tőle magát. Egy olyan kritikát, ez nem is az, egy olyan oda fröccsög és oda hányás, és meg tudja az ember életét keseríteni. És én erre jöttem rá. Fogadja. Igen, én foglalkozom gyerekekkel, most már több, mint 5 éve. Nem több, mindjárt 5 éve, így mondom. Mindjárt 5 éve. És a két korcsoport 7-től 14-ig, 14-től 21-ig önbizalomfejlesztő és önismereti órákat tart Andi néni nekik. Nagyon jó egyébként egy iskola keretén belül, tehát nem magamtól a nappalimba. És ott ugye mindenféle dolgokkal találkozom. És amikor a bullyingról beszélgetek velük, akkor a 7 éves gyerek azt mondja, hogy hát igen, csúfolnak, mert mit tudom én, szemüveges vagyok, csúfolnak, mert pufi vagyok, csúfolnak. Csúfolódás mindig volt. Majd a 14 éves elmondja a rém történeteket, hogy leszedik róla a ruhát az iskolában, lefotózzák mesztelenül, felrakják az internetre, 5000 ember nézi meg. Tehát, hogy az életét tette tönkre az egy darab mozdulat. És ennél súlyosabb, mint az, ez a fajta, nem csak a fizikális bántalmazást totálisan elítélem minden szempontból, mindenhogy, bármi kifelé, bárhogy is, abszolút. Ez a lelki, ez talán, ha lehet azt mondani, talán még durvább ebben a szempontból. A cyber, ebben az internet világában, ahol nem áll meg a bántalmazás az iskola falain belül, engem is bántalmaztak, hát ezzel az alkattal, a versmondó versenyekkel. Engem is egyébként. Hát persze, nem te voltál a kis hülye, akit itt nem lehetett, én ugyanezt, tehát volt. Csak a mai napig bennem így nagyon mélyen. Pontosan, én nekem is. És délután 2-kor én hazamentem, becsuktunk a házunk ajtaját, a szülek. A szerettek, a barátaim szerettek, jött a fium délután, és újra én lettem az, aki tudom. De jó, hogy ezt elmondtad, én hasonlóképpen és dolgoztam. Csak a mostani gyereknek tovább kulminálódik ez a probléma az internet miatt. Mert a kis tévéden, ami a telefonod, állandóan kapod vissza fel az információkat. De hol van a határ, mert tényleg ez borzasztó dolog, meg alpári és normális esetben. Nekem, akinek már a 6. gyerekem is megszületett, így nehéz elképzelnem azt, hogy mondjuk az én gyerekem bárkivel ilyet csináljon, de tényleg szinte lehetetlennek tartom, és valószínűleg én lepődnék meg a világon legjobban kiderülni, hogy mégis csinált ilyet, vagy mégis bántott így másokat, de hogy hol van a határ, vagy mikor kell azt mondani, hogy ezt még szabad, mert hogy a véleményt lehessen nyilvánítani, meg lehessen asszociálni bármire, meg lehessen hülyéskedni, stb. És hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy na eddig és na tovább, mert ezzel viszont biztosan rombolsz. Soha senki nem beszélek rá arról, hogy elmondja a véleményét. Én a gyerekeket is arra próbálom ösztönözni, hogy normális kereteken belül, tiszteletben tartva a másikat, nyugodtan mondd el a véleményedet. Meg szoktam nekik mondani mindig az 5 másodperces szabályt. Az egy nagyon fontos szabály, ezt nektek is elmondom. Remek. Ha például neked ferdén áll a szemüveged, és azt mondom, hogy légy szigazíts meg. Vagy mit tudom, köszönöm. Én lecsúszott
a slicced, az egy 5 másodperces szabály. De az, hogy hát az a szakál, ezt miért nem borotválod le, az, nem, az már túl van azon. Ez már bánt, ezt ne csináld. Amit 5 másodperc alatt meg tudsz a másikon változtatni, hogy bücsi, de nem tudom én, elcsúszott a blúzod, az, ez egy más dolog. De ha arról kezd az ember véleményt mondani, amihez semmi köze. Ráadásul degradálóan. És degradálóan az a testalkatára, a bőrszíne, a kinézetére. És teszi azt, ó, és akkor teszi ezt többet magával, és ezt is a gyerekeknek szoktam mondani, hogy tudom, hogy könnyebb beállni a csúfolódók táborába, mert az is egy védekezés, hogy téged majd nem fognak csúfolni. De egy pillanatra, ha vissza átfordítja az ember, megfordítja a történetet, akkor egy tized másodperce gondold végig, hogy akit bántasz, az éppen mit él át. Vagy neked ez milyen lenne. És akkor erre azt szokták mondani a gyerekek, hogy hát de hogyha én nem állok be azok közé, akik azt mondják, hogy hú, de nagy feje vagy Lajcsikának, akkor majd nekem mondják. És mondtam, akkor is, én Lajcsika mellé állok. Tényleg ezért csinálják? Mert képzeld, én határozottan emlékszem nyilván gyerekkoromban a csúfolódásra, lehet, hogy én is csúfolottam valamennyire, sőt, én nagyon kiskoromban kaptam csúfolódás miatt apámtól egy óriási pofont, az hát nagyon jó iskola volt. De hogy én nem. Én ezért soha nem állnék be csúfolni másokat, és tudom, hogy gyerekkoromban se álltam be, mert hogy a többség azt csinálta. Én inkább ez voltam, aki inkább akár verekedtem azért, hogy a gyámoltalant megvédjük. Hát és a mai napig egyébként viszem tovább magammal ezt az önsorsontó, nem tudom, attitűdöt. Ugye nem is olyan régi cikk, hogy egy vidéki kislány öngyilkos lett. Igen, az ez igen. Szomorú, és a világban egyébként rengetegével évi több ezer. Én azért vagyok fenn ezeken a platformokon, mint a TikTok. Meg ezek a, mert mindig azt mondom, hogy nekem kell arra a szintre menni, nem úgy értem, hogy lejjebb lévő szintre, hanem azon, ahol ők szórakoznak, igen, hogy lássam, hogy miket kapnak. Hogy amikor elkezdek velük beszélgetni, és ők mondanak nekem valamit a TikTokról, akkor az ne az legyen, hogy az mi, és már eleve van egy véleményem, hogy jaj, mi az, hanem igen, próbálom megérteni, hogy mi az, amit ők ott néznek, mi az, amit ők figyelnek, mert a TikTok a meleg ágya egyébként ennek az egy tinédzserek és emberek közötti elképesztő bántalmazásnak. Az origója. Az Instagram, hát a Facebook az meg már a másik része, de hogy egy ilyen, ott van a szemünk előtt, minden, borzasztó. Igen, és utána hatásai azok évtizedekig. És én nehogy azt higgyétek, hogy iskolásoktól, tehát én kapok rengeteg levelet ezzel kapcsolatban. Tehát egy-egy interjú után, amikor így azt mondják, hogy jaj, de jó, Andi, hogy ezt mondtad, hogy nem kell foglalkozni Marika nérivel Takta Lóránt Kázán, mert hogy képzeld el, és akkor elmond egy felnőtt férfi olyan történetet, hogy ott kapkodom a levegőt, hogy munkahelyén 5 férfi között dolgozik 6. a faluban. Egy munkahely van, építenek valamit. Egyedül ő nem iszik ebből a csapatból. Tehát a 6 férfiből az egyetlen. Emiatt már céltábla, már degradálják reggeltől kezdve. Egy célja van, délután 4 vége van, és hazamehet a 2 lányához és a feleségéhez. 2 kezével építi a házukat, és azt mondja, hogy minden áldott reggel, és nem meri a feleségének elmondani, de ő úgy indul, hogy rögtön elmegy a WC-be hányni, mert olyan gyomoridege van, hogy el kell menni dolgozni. Viszont, mivel 2 gyereke van, és házát építi, nem teheti meg, hogy nem megy el dolgozni. Ha elmegy egy másik faluba dolgozni, akkor meg már nem lesz ideje a gyerekeire. Tehát abszolút patthelyzet. És végighallgattam, vagy végigolvastam, visszaírtam, amit én gondolok erről, és azt mondtam neki, hogy én nem tudok neked tanácsot, én nem osztok tanácsot. Ezt megadom, hogy ez mit lett tanácsot? Tanácsot nem mondom. Akár egy gyereknek, vagy tök mindegy, egy másik embernek. Én azt mondtam neki, hogy a boldogságodért a legfontosabb, hogy oszd meg valakivel. Tehát, hogy ne velem ossza meg, hanem ezt ossza meg a feleségével, aki támaszta tudna lenni ebben esetleg. Ő egy, látszik, hogy ő egyébként egy intelligens fiatal ember, tehát nem egy ilyen, aki nem tud 2 szót. Az a baj, ugye régen erre volt egy ilyen, hogy akkor megcsapkodtam, vagy valami, igen, vagy belevágtam a hátába a kalapácsot, nem tudom én, de hogy, mert hogy nyilván az embernek ilyenkor, mikor kinyílik a bicska zsebébe, egy ilyen a rendszeres ilyen aljaság, ezek szerintem bűncselekmények hallatán, nagyon sok, rengeteg, akkor ezt választanám. Én velem is, nyilván mindannyiunkkal történtek ilyen dolgok, meg a gyerekeinkkel is történtek ilyen dolgok, vagy a környezetünkben ismerősökkel, és nekem az a tapasztalatom, hogy ilyenkor, tehát nem szabad olyan értelemben visszavágni, nem szabad még trábálni. Jaj, persze. Még csak nem szabad azt mondani, hogy én nem is vagyok az, hanem ilyenkor mindig azt hozza zavarba, legalábbis az én esetemben mindig azt hozta zavarba ezt a vagdalkozó másik felet, ha alámentem.
hogy jaj, azt hagyján, hogy nem iszom, de kézed, még meleg is vagyok. Vagy valami. Én nagyon és szeretem ezt csinálni. És mindig alá megyek, és az a már mond valamit, és én még annál sokkal durvábbat mondok magamra, és azt érzem, hogy húzom ki alól a szőnyeget. Jaj. Húzom ki alól a szőnyeget, és egy idő után lekopik. Én addig nem szoktam. Tud, nem tud. Ha már kimondtad, hogy meleg voltál, itt megragadnám az alkalmat. Hogy, hogy megadjuk a lehetőséget. Megjött a mi meleg ételünk, és hogy nehogy elhűljön. Ez milyen átkötés volt. Úristen, és hogy nehogy ragyogó volt. Én nagyon imádom azt csinálni a netten egyébként, hogy írnak nekem valamit, és válaszolok. Hozd csak bátran, az étel fontosabb, mint a mondatom. Jaj, de csodálatos! Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ó, nagyon jól néz ki. Na szóval nagyon jó az interneten ezeket az embereknek írni. Én ezt imádom. Ezt pont szintén a te szerelmeddel beszéltük, hogy én milyen bátran odaírok bárkinek bármit, hogyha valaki azt írja nekem például, hogy akkor, mint egy ház. És akkor én elkezdek vele beszélgetni, hogy teljesen igaza van. És még rá kell tenni lapáttal, és mindig zavarba hozod. Nem, és van olyan együgyű, aki nem jön rá, hogy velem beszélget. Én azt szeretem a legjobban. Amikor az van, hogy igaza van, Andrea, köszönöm szépen, ezek dögöljenek meg, nézze meg, ingyen élő celeblét. És ezt nyom, és velem írogat, de már vagy fél óra. Órája, amikor a végén, amikor ma odaírja, hogy dagadt kurva, dögöljön meg, megröhög, és nagyon rajta nevetnek, és akkor a végén odaírom azt, hogy kedves uram, legalább vegye a fáradtságot, hogy a profilomra rákattint. És rákattint, eltűnik minden, ja, és persze, privátba érkezik az üzenet, hogy elnézést, művésznő. És akkor így egy ilyen kör lezárul, hogy jó. Volt egy műsor, ahol mindenféle különlegeséget ettem, krokodiltól a kenguruig. Azt hittem, lehettem a mellem, de semmi bajra. Mindent megkóstoltam. Majd aztán műsor után megkérdezték tőlem az olvasóim, meg a követőim, hogy én azokat tényleg megettem, vagy hogy valóban krokodil volt-e. Nagyon érdekes egyébként az, hogy a tévéhez, főleg a mostani nyitott világban, ahol már mindenről videót tudsz készíteni, fotót, hogy az emberek mennyire szkeptikusak. Lásd a Covidot, hányféle variáció volt, lásd azt, hogy én egy tévéműsorban eszem valamit, és azt hiszik, hogy nem azt teszem, vagy hoznak rá más példát, hogy az emberek egyébként mennyire paranoiások, azt hiszik, hogy át van verve. Igen, bizalmatlanok. Persze van ilyen is, de hogy ez és sokszor jogosan, mennyire, azt mennyire, is hozzá kell tenni. Igen, de hogy ez mennyire szürreális. Én azt hittem, hogy itt a 2022-ben, hogy mindenhol kamera van, fotó, minimum van 8-10 platform minden országban, igen, de most keveset is mondtam, ahol mindenki megbizonyosodhat, itt a Google, vannak könyvtárak. Én igen, azt hittem, hogy sokkal okosabbak, nyitottabbak leszünk. Ahhoz képest én most egy ilyen visszafele irányt látok. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok, de ez engem roppantul zavar. Meg nem használják, például a fiatalok nem használják az internetet arra, amire... Hát ugye én, ha valamit rákattanok valami témára, akkor addig megyek, amíg nem találok róla meg mindent. Tehát látok egy külföldi énekest, a mostaniak közül, fogalmam nincs, hogy kicsoda ő, mert nem hallgatom azt a részét. Az nem azt jelenti, hogy abba hagyom a kutatást és tovább lépek, hanem azt mondom, hogy na jó, aztán most meg kell tudnom, hogy ki ez. És akkor kiderül, hogy egy ausztrál tehetségkutatón egyébként baromira jól zenélő fiatalember, aki már nem tudom, hány koncertet adott is, egyébként oda vannak érte a tini lányok. Tehát, hogy tovább keresek, és nem lapozok tovább egy-egy témát, hanem akarom tudni. Hát akkor tudok véleményt alkotni, hogyha mindenféle információt begyűjtök. Én azt hittem, hogy ez a természetes kíváncsiság. Én is azt gondoltam. De az információs társadalomnak egy nagy, hogy is mondjam, egy ilyen nagy keresztje és egyben meglepetése is, hogy egyáltalán nem informáltabbak az emberek. Igen. Pedig gyakorlatilag korlátlan hozzáférés van most már, hát majdnem mindenkinek, vagy mindenkinek. Hát fogod a kezedben a világot. Hát a zsebünkben van konkrétan. És én azt hittem, hogy itt 2022-re eljön a kánaán, itt mindenki informált lesz, toleránsak leszünk, eljön az igazi, a jó értelembe vett liberalizmus, az elfogadás, és azt lehet, aztán hogy végzetes naivitás. És beleértem, hogy így van. Ez a néz barátom szoktam mondani, hogy ha mi... fejlődik a technológia, úgy megy lejjebb a nívó egyébként, én ezt veszem észre, és ez sajnos... Ez ha minden van, semmi nincs. Ismeritek a Dandó Zolikát, egy zenész, egy gitáros kollégám, barátom. Ő szokta mindig ezt mondani, hogy elértéktelenedet a bármi. Egyébként a művészet, a kultúra, az információ is nem ügy, minden nem téma. És minden pontosan minden. Ezért nem is fontos. Ezért nem is keresik az emberek, vagy legalábbis egy jelentős részük. Ide hoznám fel az elhízást is egyébként, ma már nem kell az étterén megharcolni. Lásd az előbb, amit igen, beszélgettünk, hogy ti még levágtátok a tyúkot, a nyulat. Sorry. De hogy ma már ezt nem kell megtenni, ha benézel egy átlag boltba, plafonig van.
plafonig élelmiszerrel. Semmit nem kell tenned érte, annyi, hogy megkeresed a rávaló pénzt. És ez látszik rajtunk is. És ez látszik egyébként a mai gyerekeken, akik 6-8 évesen túlsúlyosak, és a szülők tesznek is ezért, ugyanis látom bevásárláskor, hogy egy-egy anyuka bármelyik bevásárlóközpontba chipszek, cukrosüdítők, nulla zöldség, nulla gyümölcs, és ez egészen elkeserítő, legalábbis engem ez szörnyen elkeserít. Ha már gyerekek, ugye mondtad, hogy tanítasz is gyerekeket, meg te egy nagyon hosszú 20 éves párkapcsolatban élsz, úgyhogy valószínűleg nem vagy az a csapongó típusú, sőt biztos kapogat. De egyébként az vagyok, csak titokban. Minden nap. Most már annyira nem. Jó, ezt tetszik. Akkor nem fogjuk kivágni ezt a részt, mikor azt mondtam, hogy ha lecsöppentett, tehát igen, most azt, majd lenyalom róla. Tetszik. De visszatérve, milyen elegáns lesz, hogy gyerekekről beszélünk, ugye? Tedd el újra, hogy lehessen vágni. Nem kell, hagyjuk benne, szerintem ennél jobb nem volt még. Ez nagyon jó. Nem, de tényleg, hogy láthatóan nagyon szereted a gyerekeket. Nagyon. És sokat foglalkozol velük, hogy az terve van véve egy a család, meg a saját gyerek. Igen, ez nekünk így, abszolút persze, nekünk így alakult valahogy az életünk. Semmiféle akadályt nem gördítettünk soha elé. Hát nem valahogy... akartam, tudom, hogy biztos, hogy sokan megkérdezik meg, ez egy eléggé tolakodó kérdés. De nem tolakodó kérdés, mert előre szívesen beszélek, mert ez nem egy döntés, tehát nem az van, hogy én nem fogok, mert a karrierem, vagy semmi szó sincs erről. Ez valahogy a mi életünkben így alakult, mint ahogy nem házasodtunk össze 20 év alatt. Nem, azt hittem, hogy a férjed. Hát nem, úgyhogy én szabad vagyok, csak, ja, nem, csak szólok. Nem, de hogy tényleg, 19 éve megkérte a kezemet, és én azóta nem mentem hozzá. Valahogy az is úgy alakult, hogy mindig volt valami, nekem nagyon sok unokatestvérem, az pont összeházasodott, történt egy családi tragédia, nem illik egy éven belül. Tehát, hogy ilyen, valahogy így lett a mi életünkben. De nem gördítünk semmilyen akadályt, meg pont most röhögtünk valamelyik este egy ilyen, hazajöttünk turnéba, és ő vezet, és nagyon sokat röhögünk ezen, hogy így ülünk egymás, mert hány ezer, 10 000 kilométer van bennünk így egymás mellett. És akkor nagy megbeszélések közepette, de és akkor azon nevettünk, hogy így rácsapott így a combomra, és azt mondta, figyelj már, 19 éve vagy a mennyasszony, az menő. Én meg így, hát annyira nem menő, hogy nem vettél el például. De hogyha arról lenne szó, hogy délután 3-kor ma, akkor elmennénk, és azt mondanánk, hogy igen, igen, és hazamegyünk. Tehát nincs ebben ilyen, hogy miért nem. Én nagyon örülök, hogy ezt a sztorit elmondtad egyébként. Akaratom is Barbie, és én. Jó magam jutok erről a sztoriról eszembe. Barbikával... Kis játék, tudod. Igen. Barbikával ugyanígy van később beszélgetésünkkel, én elmondtad, hogy már a barátaid a környezetben mindenki elvált, összeházasodtak. Barbival nálunk ugyanez. Körzetben már mindenki elvált, mi a büdös életben nem akarunk soha összeházasodni, és mi élünk, mint Marci Evesen, csodálatosan a legnagyobb szimbiózisban, és én ezt látom, vagy hallom. De nem csak, hogy elválni, hanem hogy ők szétmennegetnek. Tudod, hogy van egy nagy szerelem, utazással, minden nagy. Ez már valami barátságféle szerintem. Igen, az is benne van. Nekem, amikor megkérdezik, hogy ki a legjobb barátom, én mindig Gábort mondom, mert tényleg ő. Nagyon tehát, örülök, tényleg. És hogy hívják a párodat? Anita. És így kiderülnöm egyébként. Annyira szereted magad, és ez csodálatos, ilyen jó értelemben. Ja, tényleg, egy kicsit feldobjuk a nézettséget. Tehát a lehető legjobb étteremben. Szereted nagyon magad, de hogy tudod megőrizni ezt, mert az emberek többsége nincs jóban magával, de te láthatóan jóban vagy magaddal. Nagyon egyszerű, nagyon. Szerintem egy 43 éves létemre egy elég klassz csaj vagyok. Jól gondolkozom a dolgokról, szeretem az embereket, hozzám oda lehet jönni, én tök szívesen beszélgetek, információkat cserélek, nyitott vagyok. Mi lehet a bajom? Nagyon fontos, nekem könnyű jóban lenni magammal. Van egy családom, aki nem csak, hogy áll mögöttem, mint egy betonoszlop, és ha dőlnék, akkor odaugrik mindenki, és megfog. Van egy pasi, aki elhiteti velem 20 év, hogy engem így szeret. Az összes ájgrübedlimmel, a hiányosságaimmal, a hisztieimmel, a mindenféle rossz tulajdonságommal és jóval együtt így. Van egy hivatásom, aki 20 éve bizonyítja a 80 nem tudom hány bemutatóm, hogy azért úgy tehát, hogy így valahogy csak evickélek, ebből élek. Tehát, hogy nincsen semmi baj. Vannak olyan stabil barátaim, akik 20 éve állnak szintén mellettem. Hogy ne lennék jól? És felismered az áldásokat az életedben. És ez egy nagyon fontos. Akár ennél nagyobb ajándékokkal is állandóan panaszkodik, de te nem... 5 dolgot kell mondani minden nap, amiért hálás vagy. És amíg azt az 5 dolgot ki tudod mondani 30 másodperc alatt, semmi bajod nem lehet az életbe. És én egyszerű dolgokért vagyok ám hálás. Nagyon egyszerűkért. Az orromon veszem reggel a levegőt, hogy a két lábammal állok a földön, hogy oldalra nézek, ott egy férfi, aki egy kupac takaró alatt, de szeretem még az illatát is, ahogy ott fekszik. Elindulok a hivatásomba, amit imád,
imádok, és ó, de jó tavasz van, és esik az eső, tehát jót lesz majd a termőföldnek, és ennyi. Szerintem fantasztikus volt ez a beszélgetés, én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. Én is neked, nagyon köszönöm nektek. Jó volt veletek, és köszönöm az étel, nagyon finom volt. Köszönjük, hogy és majd veszek ilyen nyoki készítőt, amit mondtam. És majd egyszer nézel a cukrászdámba. Elnézek a cukrászdámba, te meg elnézel a színházba. És ezt egy főzök nektek beteglevest. Kérnek közben. Igen, jó, hát akkor... És én is azért, hogy el kell, hogy búcsúzzunk. Ennyi volt már a közéleti éttermiség. Ha Zoli után néznétek, akkor a Cutor Zoli public oldalon találjátok a Facebookon. Ha viszont én érdeklem bármelyik ötöket is, akkor a GastroKibitz per Facebook oldalon. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, nekünk azzal segítetik a legtöbbet. Találkozunk a következő részben. Kultúrát a... Azt az Isten, itt majdnem elmondtam. Dorina, tudsz itt egyet majd úgy vágni, hogy nekem az egészet elmondom előről? A GastroKibitz... Jaj, nagyon jó. Akkor folytatok, akkor igazából iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Nekünk azzal segítetek a legtöbbet. Ebből már nem jövök ki jól, de benne hagyjuk, hiszen mi vagyunk a közéleti éttermiség. Vállaljuk magunkat. Sziasztok! 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 Ha az elhangzott beszélgetés kapcsán van hozzáfűzni valód, esetleg valakit szívesen látnál az asztalunknál, írd meg bátran. Kíváncsiak vagyunk a véleményedre. A következő linkeken, illetve címen érsz el bennünket. A vacsora, amit szemmel, szájjal és füllel is fogyaszthatsz.